be a nyilvános fellépéseim soha nem szokott megijedni. Akkor sem, hogyha énekelni kell, mert akkor sincs egyedül. Mindig magához szorítja a hegedűjét, és bátran a közönség szemébe néz, mert tudja, hogy ketten vannak. Most nem ketten vannak, hanem sokkal többen. Mi végből is itt a diófa alatt a déli harangszó kellős közepette. Hát immár 16. alkalommal rendezzük meg a Méta népzenei és néptánctábort, ami eredetileg csak népzenei tábornak indult, aztán rájöttünk, hogy kellenek táncosok is nekünk mégiscsak. Itt Karádon szerintem 5-5-ször vagyunk. Nagyon nehéz volt helyszínt találnunk erre. Mindig a Balaton közelébe megyünk, de nem a Balatonpartra, mert az nagyon csábító, és akkor nincs munka. Ha lehet, egy viszonylag ingerszegény kis faluba, ahol szintén a munka miatt tudunk dolgozni, de általában a befogadó falu elsőre nem hiszi el, hogy ez ekkora ramazúrival jár, a másodszorra még megengedik, hogy oda menjünk, aztán tovább kell állnunk. Na most óriási szerencsénk van, hogy Karád, ez a pici kis somogyi falu, ami egyébként is óriási múlttal rendelkezik, mert azt hiszem 3 éve 1000 éves volt, befogadott minket, a erejükön felül segítenek minket, támogatnak minket, és itt rendesen tudunk dolgozni. És egyre több fiatal jön, nagyon-nagyon kemény munkára fogjuk őket. Napi, ha én jól számolom, átlagban olyan 10 órát zenélnek. Magyar népzene, magyar néptánc, ez a miénk. Annyira tök mindegy, hogy most kicsi ember kezdi el, vagy idősebb ember, ha ő úgy érzi, hogy szeretné a saját kultúráját megismerni, és használni, és örömet okozni ezzel magának, vagy esetleg másoknak, akkor az jöjjön, vágyok szívesen. Jó, tehát titi-tá, titi-tá, titi-tá. A dobbantással egybeesik a kéz kivitele, és uraim, nem véletlen az, hogy ide emelem, sok esetben még magasabbra emelik. Azt gondolom, hogy amióta a néptánc mozgalom él, azóta minden korosztályt befogad, és akiket itt látunk, ők a Sóskúti Hagyományőrző Együttesből jöttek el, akiket én tanítok Sóskúton, úgyhogy őket láthatjuk táncolni, ez korosztálytól független a magyar néptánc, és bármikor el lehet kezdeni. Számtalan olyan táborba fordulunk meg, ahol akár japánok, akár kanadaiak, ausztráliaiak, de szép számban Európa más nemzeteiből is jönnek. Természetesen a nyelvi korlátokon túl, hát a mozdulat az univerzális, és ha valaki belekóstolt, akkor abban marad egy életen keresztül. Az ember megpróbálja a saját kultúráját még jobban megőrizni, az identitását. Székelyföldre ez különösen jellemző, azt gondolom, hogy a székelyeknek ez sikerült is. Én székelyudvarhelyi származású vagyok, mint ahogyan már ez el is hangzott, és nagyon érdekes, az én testvéreim nem tudnak románul beszélni, a családomban nagyon sokan nem tudnak. A város 98%-a magyar volt. És ezt valahogyan sikerült még a legnehezebb időszakokban is. Ugyanígy a kultúrát is sikerült, azt gondolom, tovább éltetni és túléltetni a nehéz időszakon. Az évek folyamán kialakult az, hogy minden szinten fogadunk növendékeket. Hegedűsöknél is először az volt, hogy kezdők, haladók, aztán most már az van, hogy van egy bátrak kategória, ahova bátra jöhetnek azok, akik nem is tudnak hangszeren, de ugyanúgy többi hangszeren Brácsenbőgön. A fúvósoknál van talán, hogy valamennyi alapképzettség kell. Értelemszerűen, ha valaki minél jobban hangszerén amúgy, az annál többet tud befogadni anyagot. Aki esetleg nem tudná, a Méta elnevezésen véletlen, hiszen neked van egy nagyon, legalábbis a szakma előtt nagyon is közismert és méltán hírneves zenekarod, az a Méta. Aztán most kapásból még azt kell rólad tudni, hogy nagyon sok közismert, tehát például a Nox és más zenekarok lemezein szoktál zenélni, aztán az ország egészen már, mert ugye ez Budapesten van, de amúgy Pécsen ér, sőt, a Méta is azért valahol pécsinek, baranyainak mondható talán. Aztán az ország megint egy másik felébe tanítasz zenét, akkor most így hogy is van ez? Tehát biztos, hogy nem unalmakból csinálod itt nyáron. Nem, ez egy kicsit ilyen misszió jellegű.
Ugye én zenész vagyok, úgy tűnik zenésznek születtem, és vagyunk egy páron, nem sokan az országban, akik ezt át is tudják valamilyen szinten adni. Pécset születtem, ott alakult a Méta együttes, úgy kerültünk föl Pestre, de a zenekarnak van Békés Csabai tagja, tudom én, tehát így össze-vissza mindenhonnan érkeztünk. Egyébként Vácot tanítok a zeneművészeti szakközépiskolában most egy jó pár éve, előtte Budafokon volt, tehát így immár 25 éve tanítok. A Méta is jövőre 25 éves lesz, úgyhogy nagy dolgokra készülünk. És nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy az, amit mi annak idején elkezdtünk, és azt mondtuk, hogy a mi táborunk, az nem olyan tábor lesz, hogy lejönnek, lerészegednek, szétbulizzák magukat, aztán úgy de jól éreztük magukat, és hazamennek, aztán meg nyávognak, hogy nem tanultunk semmit a pénzünkért, hanem ide lejönnek. Itt a fene-fenét eszik is, és ha ő reggel 7-ig bulizik, akkor is beül reggel 10-re, és csinálja a dolgát, mert ha nem jön be, a többi kiközösíti, ha leesik a székről, akkor kiröhögik. Tehát ilyen majdhogy nem túlélő táborként működik ez a rendszer. A renitens emberek egy ideje nem járnak le a táborba, viszont az őrült, megszállottak, azok igen. Tehát aki dolgozni szeretne, és kapni valamit ebből a kultúrából, ebből a hangulatból, ebből az együttmuzsikálásból, együttáncolásból, és hajlandó ezért fizikailag feláldoznia magát tulajdonképpen, hogy napi 20 órában ezzel találkozik, az itt megtalálja a számítását.